Közel 400-an gyűltek össze a debreceni Adi gimnázium előtt, hogy tiszteletüket fejezzék ki az intézményt 16 éven át irányító Rózsavölgyi Gábor iránt. Az esemény főszervezője szerint sokan féltek, de aláírták a petíciót, amely a régi igazgató leváltása ellen tiltakozik. Az iskola vezetését Türk László fideszes önkormányzati képviselő veszi át. Meghatódva állt diákjai körében az Adi gimnázium egykori igazgatója. Vastapssal köszönték meg neki az elmúlt 16 év munkáját. Bár kollégái, a szülők és a diákok is azt szerették volna, ha Rózsavölgyi Gábor marad az intézmény vezetője, hiába pályázott az igazgatói posztra, nem ő, hanem Türk László tavaly megválasztott fideszes önkormányzati képviselő kapta a kinevezést. A helyi tankerület arra hivatkozott, Rózsavölgyi vezetése alatt a jogszerű működés hiányát állapította meg az iskolában, a tanórák megtartása és helyettesítése, valamint a pedagógusok feladat kiosztásával kapcsolatban. Elmaradta. A történelem tanár az állításokra tételes cáfolattal reagált. Ötvös József díjat kapott. De valaki azt mondta, nem jogszerűen vezette az intézményt. Ez jogszerűtlenségre vallana? Hallottátok, hogy nem lépett vele fizetési fokozatot? Ez volna szakszerűtlen? De valaki azt mondta, hogy szakmailag nem felel meg, s bizonnyal derék egy valaki. Az esemény szervező egyik volt diák hangsúlyozta, sokan félnek a következményektől, mégis közel 400-an jöttek el a búcsúztatóra. Sőt, több mint 3500 ember írt alá petíciót azért, hogy Rózsavölgyi Gábor maradjon a gimnázium vezetője. Hát, hogyha meghallgatják most a döntéshozók, és azt látják, hogy ez a gimnázium, ez jelent valamit, és nem lehet csak úgy félrepöckölni, akár csak egy gyufás katuját, hanem itt vagyunk, egyértelműen azt szeretnénk, hogy ez a gimnázium Rózsavölgyi Gábor vezetésében érvényesüljön és működhessen mindaddig, amíg erre a jogi keretek adatottak. Diákok, szülők és szimpatizánsok korábban is tüntettek Rózsavölgyi leváltása ellen. Debrecen fideszes polgármestere politikai őrületnek nevezte a kilakult botrányt. Pap László szerint szakmai döntés született, melyben azt is figyelembe vették, hogy az igazgatói kinevezés 5 évre szól. Rózsavölgyi viszont 2 év múlva eléri a nyugdíjkorhatárt. Végül az este főszereplője is megjelent, aki kifejezte köszönetét a megemlékezőknek, és egy viccel oldotta a komor hangulatot. És azon gondolkodtam, hogy hol hall ilyet az ember, hát hol a temetésen, de ott ugye ő már halott. Tehát ő ezt nem hallja, legfeljebb a rokonok. Én most megértem, hogy életembe eltemettetek. A búcsúzás versekkel és énekkel zárult.